Nézők előtt lépett pályára két csapat egy olyan mérkőzésen, amelynek eredménye már egyik együttes helyezését sem befolyásolta. A Kisvárda Viana révén már a 8. percben megszerezte a vezetést, majd 5 perc múlva Melnyik is a Paksi kapuba talált. A 34. percben 5-3 gólosra növelte csapat előnyét, a félidő utolsó percében pedig Leoni volt eredményes. A második játékrészben Haraszti ugyan 11-esből szépíteni tudott, de a meccs vége előtt nem sokkal, Kamály belőtt az 5. hazai gólt, pontot téve egy kisvárdai szempontból történelmi szezon végére, amelyben a bajnokságban elért 5. helyezés mellett egy magyar kupa elődöntőt is elkönyvelhet a klub. Egész évben nagyon jó teljesítmény nyújtott a csapat, szinte egész szezon alatt nem voltak kiesési gondjaink, mert mindig olyan távolságra voltunk a kieső helytől, ami azt gondolom, hogy biztonságos volt a részünkre. Ez köszönhető annak, hogy én úgy gondolom, hogy a csapat nagyon együtt volt, még azokban az időszakokban is, amikor egy hullámvölgybe kerültünk a tavasz folyamán, akkor is ki tudtunk belőle rövid idő belül jönni. Én úgy gondolom, hogy a szakmai stábbal együtt nagyon jó munkát végeztek, és ezt köszönöm a kollégáknak. A vendégek edzője Bognár György a vereség ellenére is elégedett volt csapat a bajnokságban nyújtott teljesítményével és az elért 4. helyjel. Csak dicsérni tudom a szezon kapcsán a játékosokat. Hát ez a mérkőzés, ez ilyen edzőmeccsé silányult a részünkről, nem a hazaiak részéről, mert nagyon motiváltak voltak és jól is futballoztak. Abszolút megérdemelten nyertek, preszt is csináltak belőle. Mi pedig, hát nyilván több olyan játékosnak adtunk lehetőséget, akik kevesebbet szerepeltek, de megérdemelték, hogy pályára lépjenek. Hát ma ez jött ki belőle, ez is hozzátartozik a futballhoz. A Kisvárda végül 12 győzelem mellett 10 döntetlent játszott és 11-szer szenvedett vereséget. Igaz, hogy Subka Attila együttese a legkevesebb gólt rúgta, viszont a Ferencváros mögött a második legkevesebbet kapta a 33 bajnoki mérkőzésen. A szakember szerint ez főleg annak tükrében értékes, hogy tavasszal sérülések miatt alaposan át kellett szerveznie a csapatot. Ősszel tudtunk egy teljesen más játékot játszani, amikor kompletten megvoltunk, ugye itt voltak ezek a sérült játékosok, akikről beszéltünk. Akkor sokszor tudtunk dominálni a mérkőzéseken, letámadást, visszatámadást volna tudtuk valósítani, valamint a labda birtoklásunk is sokszor több volt az ellenfél csapatánál. Viszont tavasszal váltanunk kellett ezáltal, inkább a kontrajátékra hegyeztük ki a mérkőzéseket, mint ahogy a mai mérkőzésen is egy zárt védekezésből próbáltunk kontrára menni, ugye megvoltak a lehetőségek. De ha megnézzük az elmúlt időszakot, volt 4 olyan mérkőzésünk sorozatban, amikor gólt sem kapott ez a csapat, és hoztuk a mérkőzéseket. Én azt gondolom, hogy minden alkalommal megtaláltuk azt, hogy mi az, ami játékban jó és megfelelő ennek a társaságnak. A 2020-21-es idényben az NBA-ben a Ferencváros szerezte meg a bajnoki címet, a DVTK és a Budafok pedig kiesett az élvonalból. Az pedig az NB2 hétvégi fordulójában dől el, hogy a Debrecen Gyirmót Vasas 3-asból melyik két együttes csatlakozik az NBA továbbra is 12 csapatos mezőnyéhez.